Nagyapám azt mondta, víz, örüljön, ha meg mosdok benne, kisfiam. Meginni a vizet, meg meglátja a szomszéd, hogy próbából leviszek 2 deci. Rám néz, te gyökér, vizezed a bor. Mert a bor ott van, majd én azt öntök a levesporhoz, jobb lesz, mint ahogy gondolnák. A filmen, ha villanyt kapcsol valaki, az drámai lassan történik. Tehát nem így, hogy egyszerre fölkapcsolódik, mint hanem így. Filmen az áram olyan 1,5 méter per szekundummal halad. Ezért nem szabad gyereket vinni 16 éven aluli filmre, mert minden drámai pillanat a filmen 5-ször durvább, mint az életben. Tehát ha itt a Family Frostba belerohan egy zöldségesnek a barkasza, pukkan egy nagyot, hátra nézel, hülyék, és tovább néz. A filmen ez 15 percig tart, a foga repül, a vér, az jobban megvisel a gyereket, tényleg vigyázni kell. Kapcsolgatja az áramot föl, és pukkan a lámpa a filmen, majd nézd meg, hogy dübben. Csattan a foton a falon. Ilyen alapon az én kis pincém is hasíthatja semmit, nem? Én ott ülök benne, eszem a babot, iszom a bort. Hát azért vagy 4-5 nap múlva a világnézetem megváltozik, tehát túléltem, na de minek? Mert ugye elfogy a bab, internet nincs, az ajtót rám nem nyitja senki, újság nincs, és hát ahol bevétel van, ott igen, kiadás is van. Jó, nálatok van lembudi a pincébe? Úgy röhögsék, mint hogyha... Gondold már el, hogy 5 napig babot eszel. Ne érd bele magad, csak gondold el, hogy ez milyen dráma. És ez az űrhajózási hivatalma, hogy mondjam, ez űrhajózási szempontból is egy komoly kérdés. Ugye Farkas Bertalan az összes magyar űrhajós, amikor őt... Berci. Amikor őt egy Kubaszov nevű orosz asztronautával fellőtték, én itt lent láttam, hogy de csodálatos dolog, űrhajó. És kurva kicsi. És 2 férfi 4 napig kering az űrben, egy ilyen kis kapszulában, és eszik ezeket az űrhajós kajákat, ezeket a tubusos dolgokat. Majonéz, piros arany, mustár. Csak megcsavarja a parasztot, nem? És akkor mit mondasz, hogy fordulj már el, Kubaszov? Nagyon kellemetlen is. Mert ugye az van, hogy a vonaton leúzod az ablakot, kilököd a cerkád, de az űrhajóban ilyen nincs, hogy lerántod az ablakot, kihajítod. Mert ugye -273 fok van odakint, abban a pillanatban megfagy. Jó tartást ad neki, igen. 16 000 km/h sebességgel. Szerinted az UFO-k ide fognak jönni? Belenéz a kukkerbe az UFO, ó, pöcegödör, húzzunk innen, tipri! Eleve, ha a NASA fel akar lőni egy űrhajót, berendelik az összes tudós számolni, hogy hú, Gagarinnak mikor volt ez a ronda hasmenése, az fellődik az űrhajó, telibe veri egy ilyen cucc, vége van. Mondjuk márciusban fellőnek majd egy seprűskocsit, aztán csinál egy ösvényt legalább, hogy hol van ez a világvége, ez egy komoly kérdés, illetve adja magát, hogy mégis kivállalna egy ilyen túlélést. Hogy én akkor itt maradok. Hajdúszoboszlón mindenki jelentkezett. Senki? Senki nem vállalja, hogy túlélni. Nagyon vicces, hogy a filmekben, mondjuk vannak ilyen lézerfegyverek ebben, és hogy kilövik a lézernyalábot, az pont olyan lassan megy, hogy te mozi néző még lássad. Pedig tudjuk, a fény az nem olyan, hogy csattan a foton a falon meg izé. A filmen, ha valaki fölkapcsolja a villanyt, és van 10 lámpa, az így, így kapcsolódik fel. Hát ilyenek a filmek. És Darth Vader ugye ezzel a fénykarddal, ami azért idegesítő, mert a fénykard mindent elvág. Kivéve a fényt. Ezek mit szívtak, mikor ezt kitalálták? Lézer a lézerre nem tud átmenni, a harckocsit ketté vágja, és csak elképzelem, hogy Chuck Norris példaképpen felszökne a halálcsillagra, és kirúgná Darth Vader kezéből a fénykardot, ami mindent elvág. Zügy, átvágja a fedélközt, egy szinten lejjebb, de nyúlj hozzá! Ó, basszus! Átvágja az egész űrhajót, bejön a sötét, aztán mindenki elpusztul, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény. Ez biztos. Köszönöm szépen!
22.800.000 forint, tehát így romlik jelenleg a pénz. Ne foglalkozunk most ezzel, foglalkozunk azzal, hogy volt egy barátom, aki egy biztonsági őr lányjal járt. Nagyon veszélyes, azt mondta, hogy azért járunk feketébe, ha lelőnök minket, ne kelljen átöltözni. Ennek a lánynak nem a szeme volt zöld, hanem körbe mindig. És a barátom nem mert vele szakítni, mert ütött, vágott, csípett, karmolt, harapott, bármilyen rossz, negatív élmény történt vele, és nem tudta, hogy mondja meg neki, a következő megoldást választotta, elcsalta kirándulni, mikor jó messze voltak, közelhajolt, ráhúhókált a szemüvegére, és elszaladt. Most ebben a műsorban egy olyan úriember következik, aki nagyon messziről szaladt ide hozzánk. Fogadjátok szeretettel! Nagyon köszönjük. Ez az egész show egyébként nem rólunk szól, hanem rólatok, hogy mennyire tudtok nevetni, úgyhogy egyelőre övezet maradjunk ennyiben. És most már testhosszal, tehát én is dicsekszem, van GPS-em. Nincsen esze, legyen GPS-e. Nagyon komoly dolog. Szerintem guminővel kombinálva ideális utitás. Elfér a kesztyűtartóba, nem? És mind a kettőt lehet szivatni. Én inkább a GPS-t szoktam, beírom, hogy Sopron, és elindulok Békés Csaba felé. Egész úton beszélgetünk, egész úton beszélgetünk. El vagyunk. Van bugyiba építhető GPS. Ahogy lehet, fordulj vissza. Ki az, aki ilyet akar, én nem tudom. Egy haverom, ő nem használ GPS-t, anyát használja. Élő nővel dolgozik. És ugye ezt a kérdést, hogy iszik vagy vezet, ő úgy döntötte el, hogy iszok és vezetek. Ugye ott szív, hogy nem mert átkelni a négyes úton, mert nem látott. És mondta, hogy Cirmi, osonyál ki a felező vonalig, nézed meg apának, jön-e valami. Anya kurta bunda, necharistja, koktélruha, magas sarkú cipő, kitipeget. Jöhet! És a csávó hazahajtott, ott hagyta a nő. Mi az? Liheg, és ha belemegy a szemedbe, nagyon fáj. Biciklis futár! Ezek nem jelzik, hogy merre akarnak menni, hanem így van egy ilyen elvágyódás a szemükbe, hogy így. És én próbálom nem elütni őket, de elő van a szeme, amíg el nem ütöm. Van egy haverom, Flambár, ő egyszer úgy berugott, így kell mondani, berugott, biciklivel megállt a piros lámpánál, és nem tette le a lábát, mert azt hitte, kocsival van. A becsapódás erejét arccal tompította, az arcáján csak egy ketchupos pizza maradt. Felül ránézek, mondom, bakker, hívjunk mentőt. Nem kell! Hazaértünk, meglátta magát a bejárati ajtó tükrébe, bakker, hívjunk mentőt. Most már minek, nem? A bicikliseket egyébként lehet szivatni, tehát nem forgalomban, mert az veszélyes, de nekem volt egy főnök... Melyik szó tetszett ennyire? Na mindegy, volt egy főnököm, ő biciklire járt, és egy műszakban 38 boroskólát tudott meginni. Kezdő alkeszeknek hívnám föl a figyelmet, hogy 7 liter 6 deci. És biciklire ment haza, és akkor volt egy olyan tréfánk, hogy kivettük a nyerget, kivettük a kormányt, és visszatettük neki fordítva. Képzeld el, tehát pont úgy néz ki a bicikli, mint eredetileg, csak seggel kell kormányozni. Kényes téma. Szóval van GPS-em, és észrevettem, hogy nincs neki rajta a Megyeri híd. Na mondom, gyere cica, melyik sétálni. Elindultam a híd felé, fordulj vissza. Jött a víz neki. Hát én láttam, hogy van híd. Már befogta volna a szemét. Na, mondom, kapaszkodjál. Fordulj vissza. Átértünk az M3-osra, hogy kerültél ide. Amatőr. Én mindig jobban jártam, mint az a lengyel csávó, aki meg azt mondta neki a GPS, hogy itt van út, közben elbontották, és egy víztározó lett. Hajtsd tovább 15 kilométert, locs! Újra tervezés. Hajtsd tovább 5 kilométert, és vedd fel a fürdőgatyára.
Bíró Ica, nem tudom, ki emlékszik még rá, Bíró Icára. Többen, mint gondoltam, főleg a férfiak, igen. Nem ez volt az utolsó húzása. Bíró Ica volt a pár évtizeddel ezelőtt a legkeresettebb magyar fotómodell, aztán ő lett a mágnessel fogható asszony, Metal Lady. Ugye, Metal Lady? És most meg testszépítő élelmiszereket forgalmaz. Testszépítő élelmiszer. Én tudtam, hogy aki csúnya sovány. Én eszek ellene. Van ez a Laci update, hogy így éjfélig bármi tehetsz. 0 órától csak kaviár. Ha van, ha nincs, akkor bármit. Na és Ica kitalálta, van neki varázs fűszer keveréke, amitől szépülsz. Hát szerintem egy ilyen kurva csípős paprika. Az belőle az uradnak, úgy csorog a könnye, nem látja, hogy ronda vagy. Nem? Mondjuk nem biztos, mert lehet az is, hogy Icuka négyszer már lóg a mellem, milyen? Két adag lecsót rá. Ronda az arca, Marika néni, de kenyünk sárga borsó főzelékkel. Nem tetszik sokat rövni, keddig fennmarad. De a valóság az, hogy a testszépítő étel valóban létezik. Mutatok rá egy gyönyörű példát. Kiszeltünde. Nézed. Tünde és némi csülök. Némi csülök, a csülökhöz képest tényleg jól néz ki. Hát, ami kicsit zavaró, hogy nem látszik a tünde lába, tehát hogy ez most az ő csülke-e. Feldarabolva. Illetve, ha én tigris volnék, akkor nekem ez opcionális lenne, hogy párzás lesz, vagy táplálkozás. Őszon is ilyenkor ködminek járunk felépni, és Zalaegerszegen voltunk a múltkor. Kivel voltam, nem tudom. Ja, Kőhalmi Zolival, és ő nem nagyon tud vezetni, bár papírja van róla. És a ködben fárasztó a vezetés, nekem van egy technikám, úgy hívják automata vezetés. Nincs robotpilóta, hanem kinézek egy gyengébb autót, mögé állok, és csak a lámpáját nézve jövünk haza. Hát ugye, nagyon kényelmes, és jövünk, ő megáll, én is megállok, nem flancolok. És jöttünk haza, megállunk, várok, egyszer csak bekopog egy csávó az ablakon, tolasson már hátrét, becsuknám a garázskaput. Köszönöm szépen! Jaj, szevasztok, jó estét mindenkinek! Szevasztok! Te is! A mikrofonra mondták, hogy nem jó, hogy ilyet használok, és hogy lehetne másmilyen. Ne tévesztenek senkit, van egy másmilyen is, csak az el van dugva. Lett volna egy harmadik megoldás, de amikor a csávók a Tesco-ba tolják a harci szekeret, és rajtuk van, és pilótának hiszik magad. Hogy rárapjuk a hentes pultra, megsorozom a pékosztályt, de az olyan snassz, úgyhogy én ilyen hagyományos módon, mert van mibe kapaszkodni közben. Ezt használom. Kaptunk egy levelet az egyik nézőnktől, akit Zsuzsának hívnak. Felolvasom, figyelj, nem tudnátok odahatni, hogy győzik-e, elé kerüljetek? Értsd jól. Az ugyanis kifejezetten idegesít, írja, így más csatornákon kalandozva próbálom ébren tartani érkezeses lőröstrad. Hú, de csúnyán is, Zsuzsa. Érkezésetekig magam. Hajrá, csak így tovább a néző Zsuzsa. Hát, hassunk oda, hogy győzik elé kerüljünk. Valaki átúrról szereti, majd meglátjuk. De minden esetre Zsuzsa ne kalandozzon másik csatornákon, mert mi azért vagyunk itt, hogy minket nézzetek. Nézzen Zsuzsa is. Írtak rólunk kritikát, és azt írt az egyik nézőnk, hogy már teljesen ciki Kiszelt Tündével és Rubin Trékával foglalkozni, mert olyan, mint a politikai humor, hogy már eleve azt az oldalát mutatja, ami vicces. A politikusokkal sem érdemes foglalkozni. De én úgy gondolom ezzel a két hölgyel, igen, mert sokat tesznek értünk. Tünde is, meg Réka is. Tünde például most olvastam, hogy Egyiptomban nyaralt, és most figyelj, 25 ezer tevét kínáltak neki. Meg annyi teve nincs is. Annyi teve nincs, ráadásul visszautasított a Tünci a 25 ezer tevét, pedig azért megnéztem volna, hogy átker a Kárpátokon 50 ezer puppal. Hazajön. De hihetetlen, szóval szerintem huncut a csaj.
mert nem azt mondom, hogy róla készült az első barlangrajz, de... Azért, hogy 8 éve már 35 éves, nem? És ha elfogadta volna a tevéket, hát azért kilendíthetett volna minket a gödörből. Ugye lenne 25 ezer tevénk, Egyiptomot kiszorítjuk a táskapiacról, az biztos. Ugye a kombinókat le lehetne cserélni karavánra, üzemanyagot alig fogyaszt, sőt biogáz termel. Meg most bánkútor ugye a vihar letépte a sífelvonókat, hát tevére ezek. Jönnek a németek, öcsém, ez ma Afrika. Ilyeneket kihagyni. És aztán azt is olvastam róla, hogy biztosítást kötött a gyönyörű személynek világára Tünci. Örülök neki. De azért én inkább a szemöldökét biztosítottam volna bozott tűz ellen. Igen, jönnek az ünnepek. Kicsit közelebb hajol egy karácsonyfa tűzhöz. Na most ha látod, adja magát. Akkor Réka, ki mindenképpen így néz, mint egy írszetter. Ha mindig így néz, akár mit csinálsz vele. Nem lehet kizökkenteni. És Norbinak az új könyv bemutatóján, hát kiöltözött. Réka, te láttad? Esküszöm neked, egy szál cipőfűzőbe ment el, meg az üvegcipőbe. És van egy kép, hogy Norbi áll, mintha én ülnék. Előtte Réka egy szál cipőfűzőbe, így mint egy kötözött sonka, és a lábánál a gyerek így rémülten, így, meg ez így fog menni, szülői értekezletre is. Régen hallottuk a nevét Szörényi Leventének, akiről azt olvastam, hogy ki akarták nála kapcsolni az áramot tartozás miatt. Áram nélkül meg elkészülhetett volna karácsonyra az István a király unplugged. Vagy hogyha ugye tényleg sötét vak, áthívja Kóbor János Petróleum, lampa, ilyenek vannak. Így a közmű miatt egy ausztrál fickónak számlatartozása volt, néhány száz dollár, és érezte, hogy nem tudja kifizetni, tudod mit csinált? Rajzolt nekik egy pókot, beletett egy borítékba, elküldte, és azt mondta, ez pont annyi tér, mint amennyivel tartozom. Visszaküldték, és a csáv azt mondta, hogy az, amikor én elküldtem, még 8 lába volt. Ennek meg csak 7, adjátok vissza a lábát, ti is tartoztok. Ment ez a levélváltogatás, majd fölrakta az internetre, és 10 000 dollárért megvette egy hülye. A 7 lábú pók rajzot. Én is rajzoltam most a gázműveknek. Elküldtem, nem jött vissza. A lónak az egyik részét. Hallod? Lehet azért nem jött vissza, mert jó helyre tették, nem? Aktuális, hogy az öttusa szabályzatát módosították, a lövészetet és a futást most már egy számban kell végrehajtani, tehát futó lövészet, biatlon a síből ismerhetjük, a síeléshez tartozó sportok közül, biatlon futás közben lőni, hát ez egy fasság, lássuk be. Hát aki lőni akar, az ugye stabil testhelyzetet keres, hogy ne mozogjon, aki meg fut, meg alig kap levegőt. Így kell lőni, ez körülbelül olyan érzés, mint mondjuk futam közben Talmácsi sisakján szponzormatricát cserélni. Jobbra dő, baszd, jobbra, baszd, vigyázz, jobbra, baszd! Ez egy marhaság, nem is örülnek neki a sportolók. Ezért én gondoltam, hogy akik ezt kitalálták, azoknak módosítanám én az öttusát, mondjuk úgy, hogy nézettebb is legyen, meg mi is jobban szórakozzunk, lenne benne mondjuk gátúszás. Gátúszás, szerintem sokat nevethetnénk rajta, ha az ugrókő olyan 4 méterre lenne a víztől. Aki be tud ugrani, úszhat. Kész. A lovaglást is módosítanám, bekötött szemmel kell lovagolni, és itt ott zongora húrok vannak kifeszítve. Fejmagasságban, nő csak Ervin kocsin a fej nélküli lovas. Igen, ezt katasztrófa lovaglásnak hívnám.
A vívással amúgy is baj van, tehát már az olimpiáról is le akarják venni, mert videóbíró kell, hogy kitalálják, hogy hol a találat, hol nem. Villanyvívás, öcsém. 3,85 a kardba, ahol a fekete lyuk, ott van a találat, nem? És ugye a lövészetet is, hogy ott is, hát nem egy látványos sport, lássuk be, áll a fickó néha dőren, és akkor hát álljanak szembe. Aki állva marad, az győz. Ez ilyen továbbjutós lenne ráadásul. Úgyhogy a végére nem kéne az a nagyon drága dobogó, elég lenne egy ilyen kis szék, egy aranyére, meg egy sor márvány, nem? Köszönöm szépen. Az este fellépőjével nem olyan régen Sopronban voltunk, tud autóhangokat utánozni, és azt kérték az ottaniak, hogy hát ha lehet, hogy kicsit halkabban adjuk elő a műsort. Hát 400 ember nézte, próbáld meg, tehát hogy így odahívod 5 percenként az első sorban az illetékeseket. Nem működik, tehát adni kell a hangerőnek. Közben a kamarateremben Márai a Gyertyák csonkig égnek című kamara darabja ment, jóval kisebb ovációval, mint a miénk. Mondták halkan-halkan, de hát Barna elég hangosan szokta redna. És az történt, hogy a főszereplő elejtette a kávéscsészét egy nagy monológban, mert így volt egy kis hatásszünet, hogy ős akkor redna. Annyira tökéletes volt, hogy a nézők azt hitték, az utcáról hallatszott be. Hölgyeim és uraim, elsőként fogadják. Lorán Barnabást hallottuk és láttuk. Most, hogy EU szabvány van, mert hozzánk csatolták Európát. Van, neked nem szóltak? Hozzánk van csatolva Európa, EU szabvány van. Például EU szabvány szerinti sertés élet kioltás tevékenységkor, disznótól, latinul. Ne szólj már bele, mert el fogom felejteni. Latinul, igen, hát. Szóval disznótorkor a disznó... A disznónak, közeli rokon, nem lehet halálközeli élménye. Nálunk most volt ilyen tevékenység, és ilyenkor jönnek a fogó emberek, a segítő emberek, reggel 4-kor megállnak a kapuba. Segíteni jöttek. A kapun nem tudnak bejönni egyedül. Népviseletbe. Visszagyűrt szárú gumicsizma. Honvédségi gyakorló nadrág, cipzáros mackó felső, zakó, kucsma. Berontanak a disznóba, 3-ból 2-szer kihozzák onnan a kutyát. Aki félelmébe odabújt el. Harmadjára a malacot, és hát az volt az elf, hogy ugye EU szabvány van, hát hallod, mondta a szomszédom, én meglövöm. Nem lesz ideje félni, hátulról csinálni. Na de végül is kihozták ketten nagy nehezen, oda vezették a teraszról, ő már áll csőre töltött pisztolyjal. Gyertek még közelebb, meg gumicsizmárat fogom kiukasztani, hülye gyerek. 3 centire a cső elé odavitték ezt az indokolatlanul áramvonalas állatot. Én láttam valaki 80-nal szaladni a disznót, nem? Odaillesztették szó szerint a csőt, pif, célzott lövés. Na most ugye a homloka csapotta, még más a szerkezete. Tényleg nem merőleges a haladás irányra, mint a tiéd, hanem ilyen ferde. A lövedék fel se nagyon gyorsult, pingelet kapott, és elindult a hipertér felé. El is ért volna, de találkozott a nyári konyha sarkával. Vissza, és így puf az ajtóba. Tamac genyó. Van köztünk itt a Soder Klubban egy fiatal ember, aki mások hangjait újra tudja hasznosítani. Fogadják szeretettel. Na ugye megmondtam. Itt vannak a fiúk a klubból. Egy amerikai pap, Dallasban ráadásul, azt hirdeti, 7 nap 7 szex. Szexelj a békéért. És van, aki ezt megszorításnak érzi. Csak 7. Itt van például Soma, ugye?
Itt van Soma, aki ugye bevallotta, hogy már feküdt le nővel. Nagy kaland. És jó, akkor én is leszbikus vagyok, vagy milyen? A másik őrült, ez Benkő Dániel. Megígérte Kovinak, akit most már csak úgy hívnak, hogy Oscar díjas Kovi, hát azért pornó Oscar, tehát nem ugyanaz, megígérte neki, hogy játszik majd neki egy filmben, hát elhúzza a nótáját valakinek, és megtalálták a partnerét, Mia Diamond a neve, aki szintén zenész. Komolyan, azt írták róla, hogy klarinétozni tanult, és most idézem, de ügyesen bánik a fuvolával is, hát majd meglátjuk, már akit érdekel, ugye? Itt a gazdasági válság közepén a másik téma, ami szemet szúrt nekem mostanában, hogy az űr tele van szeméttel. Tehát ha ki akarsz lőni egy rakétát, nagyon kell figyelni, hogy kiférjen. Annyi keringét körülöttünk, és ez értékes dolog. Hát kérdezd meg a recycling matadorokat, hogy azért van benne zseton. És nagyon sok minden kering. Állítólag Máté Szalka fölött láttak 8 km vasúti kábelt. És hogy volt, aki beszökött Bajkon úrba a rakéta fellövés előtt, és állítólag 9 percig kapaszkodott a rakéta kilincsébe, de nem érte el. Viszont addig kiszerelte az akkumulátorokat, biztos, ami biztos, és a szemetek egy része, az már ott ilyetek, hanem a fent lévő űrszemét egy része, az ugye bejön a föld légkörébe, és ott elég. És állnak ezek a színes fém tolvajok az udvaron, nézd, hulló csillag. Kívánj valamit! Ide, 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 ide! Állítólag 5 gyerekből 4 a kocsiban fél az apja mellett. Nekem van 3, nem a félősek közül kell választani, érted? Nem. Én amúgy nem vagyok egy ilyen szabálytalankodó típus. Mondjuk azt tudom, hogy az Andrássy úton a zöld hullám 110-re van beállítva. Tapasztalatból hallottam. De igen, mert a nők mellett meg nem félnek. Pedig ha egy nő jobbra indexel, sose biztos, hogy balra fordul. Múltkor megállított egy néni, azt mondja, a fiatalember nem tudja, merre van a Lotz Károly utca? Mondom, nem, de a sarkon van egy Melokkó Miklós szobor. Köszönöm, és elment arra. Az milyen, nem? De tényleg, azt mondta egy haverom, aki autós oktató, hogy a lányoknak másfajta teszt kellene, mint a pasiknak. Hát mondjuk ilyen, hogy vezetés közben elejt égő cigarettáját. Mit tesz ön? A. Lehúzom a cipőmet. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis Kinglingbenga, meg a nagy Kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Tájtársad, ha? Csak a vagánykodás, az ide megyek, oda megyek, hősködés. És így vigasztalt a csepp fiát. Egy életen át fogod nézni, hogy milyen hülye voltál, egy életen át. És ebben meg azért volt valami, mert úgy volt, hogy 2 nap múlva lesz a személyigazolvány fénykép készítése. Hülye gyerek. És akkor a nagymamája, Jolika néni, mondta, hogy ne aggódjál, csepp fiam, gyövök mindjárt. Fölvette a mamuszt, elrobogott a csigacsinálóba. Nem ezt, hanem a tésztát. Ott van a paplak mellett egy ilyen kis ajtó, ott kell bemenni, ott ülnek a nénik, és csavargatják a csigatésztát, meg hazudoznak. Jaj, 44-be bejavult, jött az a sok ruszki. Nem, Bautyó, neked mert te hülye vagy. Megjött Jolika néni, berúgta az ajtót. Ide a fogakkal! Neked már, Joli, be van diannázva megint.
Ide a fogakkal! Az unokámról van szó! Ha, ez egy varázsszó. Az unokájáról van szó. Ilyenkor már nem gondolkodnak. Szó nélkül odaadják a fogokat, az unokájáról van szó. Negyed óra múlva lejött a tiszteletes, hogy mi ez a nagy csend? Az öreg asszony hazarobogott a centrumos szatyorral, leszepert a nyári konyhába a viaszos vásztat, kiborította, elegyengedte. Na gyere, csepfiam, na. Gyere, próbálgassad, hát ha jó az egy. Szegény Lali, gondold el. Ugye neki csak előről hiányoztak a fogai. A néniknek meg már fiókból is. Nagyot harapjál, mint a zsíros kenyérbe. Hát ugye nem állt neki jól együtt sem, mert nem volt kompatibilis a fejével, azért mi évekig szivattuk, hogy minden néni besmárolt. Kisfiam, ezt a jó zöld borsó leves illatot nézd már meg még egyszer. Egy se volt jó, és akkor az apukája, Bánai Lali bácsi 1977-ben feltalálta nekünk a Photoshopot. PC még nem volt, de Photoshop igen. Kiment a nyári konyhából a spájzba. Régen a hipós flakon az nem ilyen henger alakú, négyzet alapú hasáb volt és szürke, hanem sárga volt és kör alapú. Az öreg fogta metszólóval, kivágott belőle egy ilyen 2 centis ilyen kör, nem tudom mit. Nekiugrott filctollal. Frédi béni fogakat rajzolt rá körbe. Na gyere ide, te mamlasz. Büdös, büdös. Várjál. Csak egy percig legyen a szádba, amíg a fenképész bácsi kattint. Azt úgy fogol kinézni, mint egy ember. Azt képzeld el, hogy Laliról így készült az első személyigazolvány fénykép, hogy ez a dolog a szájába van, és ha nem tudod a történetét, akkor nem veszed észre, hogy Photoshop, pedig a hipó felirat után van az a halálfej, az látszik. Komolyan látszik. És hogy minden rosszban van valami jó, azóta Lali, ha másnapos, beteg, fáj a feje, csak előveszi a régi személyigazolványt, fellapoz, oh! Sokolom, szevasztok! Üdv mindenkinek! Hadházi László vagyok, közepesen ismert humorista, és többszörös családapa. Van 3 gyerekem, azt szokták mondani, hogy kisgyerek nagy gond, nagy gyerek nagy gond, de ez hülyeség, a gyerek gond. Mármikor kicsi is rohadt nagy gond, mert ugye, amikor kicsi a gyerek még bénán kommunikál, vagyis csak sírni tud, és a gyerek sírása az a férfi idegrendszerére úgy hat, mint a porszívó hangja. És a lába már magától elmenne a kocsmába. Mert a gyerek nem tudja elmondani, hogy mi a baja, csak sír. És az rohadt idegesítő. A feleségem kicsit idegesítő, mikor azt mondja, hogy azért sír, mert fáj a kis füle. Honnan tudod, hogy a füle fáj, mikor nem tud beszélni? Mert úgy sír. Volt ilyen, bementem a gyerekhez, mert sírt, és ott ült a legós kosárban, olyan 60 centire a Billy mellett, és dolgát már elvégezte. És még ő sír. Mikor majd apának kell a zuhany alatt a sok kis legós cuccot kitakarítani? Hát most meg már felnőttek, vannak barátaik, a lányoknak legalábbis. Az egyiknek vízilabdázó barátja van, a másiknak rögbijátékos, birkózó barátja van, úgyhogy kicsit hátrébb kerültem az otthoni rangsorban. Hazamenvén az előszobába akkora cipőkkel találkozok. És ugye most így már 7 vagyunk, ha én kibontok egy üveg bort, ennyi jut. Pedig ahogy a nagyok mondják, ez az alkoholizmus, ha jól csinálod, működik. Hát, ha jut belőle. Borzasztó. És ugye ez a sok gyereksírás, meg ilyen idegileg megviselő dolog bennem azt az elhatározást hozta, hogy ha majd fogatlan vénmajom leszek jövőre, egy éjjel, mikor ők alszanak, 2-3 óra között kigurulok a kerekes székemmel a szobámból, ha lesz, oda a radiátorhoz, van egy bádogbögrém, riadó, és megkongatom csak egyszer nekik.
Nem lett világ vége az idén. Nem is ígérték, ez igaz. Van egy réteg, akinek ez a mániája, hogy világ vége lesz, mind meg fogtuk dögleni. Ez kinek jó? Mondom neki, hogy te is meg fogd. De ti jobban! Általában megzavarja őket a furcsa számok együttállása, mint hogy 2012. 12. hónap 21, meg 1-2-0-1-2. Világ vége lesz. És az idénre valahogy elmúlt, de azt megfigyeltem, hogy a világ végét többnyire a tél körülre várják, mert akkor olyan rossz. Mert nyáron menjünk a balcsira, most ne legyen ma a világvége, a hancikáiknál fogunk lakni 4 napig, abban baszna a világvége, pont akkor jönne, mikor ott vagyunk, nem, ne legyen. Azt várják mindig, hogy télen legyen világvége, persze sosincs, de az indokaik nagyon szépek. Arra emlékszem, a legutóbbi világvégét arra alapozták, hogy mert megmondták a maják. A maják? A maják 1000 éve haltak ki, óvatosan jegyzem meg. Nehogy már nekem szilveszteri programot csináljon egy maja, amikor nem él 1000 éve, 5 éve. De igen, mert most kapaszkodj, a maja naptár az 2012. 12. hó 21-ig tart. Hát figyelj, a maja naptár, én láttam egy korong. Ugye a maja nekiugrott naptárat faragni, betelt, akkor világ vége van. 1000 évre előre megcsinálta a kis szorgos maja, akkor érted, megkérdezném, hogy ha volt másik, csak elgurult, akkor most mi a fasz? Akkor is világ vége van. Hát nincsen, persze, mert elmaradt. Ez a réteg egyébként nem tudom, hogy miből táplálkozik szellemileg. Azt hiszem semmiből, hogy hallanak valamit, és az azonnal megjegyzik, ami hülyeség. Tehát most már biztos, hogy van a fénynél gyorsabb dolog, a fasság. Az fénysebességgel terjed, a sötétség. Azt mindent elhisznek ilyen baromságot. Azonnal, ó, így meggyógyult, úgy meggyógyult. Kijárnak a Pilisbe ölelgetni a fát. Mert azt mondta a Dalai Láma, mi van, összejártok? Nem úgy mond, nem nekünk mondta, a Mancikának az adminisztrációja. És ő könyvelő, és egy könyvelő nem hazudik, tehát igaz. Hogy azt mondta a Dalai Láma, hogy a Pilis a földnek a szívcsakrája. Ezt tanultad földrajzból? Nem, mert beteg voltál. Nincs is ilyen! Onnan tudom, hogy a Dalai Lámát megkérdezik, fönn van a neten, erről, magyarok persze, ki más kérdezné meg. Így néz a Dalai Lámát, micsoda. Maga tetszett mondani, én, hát én nem vagyok hülye. Akkor megsértődik, majd megvigasztalja a Dalai Láma, hogy értem én, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az ő népe különleges, de alapvetően minden ember különleges. Erre nem kell fasságokat kitalálni, ezt tudjuk. Jó, van akkor. De ők kijárnak a Pilisbe ölelgetni a fát, mert a fa gyógyít. Mert áramlik a energia a fából befele a szervezetembe. De igen, ne viháncoljál, mert a fa energiahordozó, hasadó anyag, konkrétan tudom, össze kell hasogatni, meggyújtod, meleg lesz. De így nem, de! Áramlik be a energia, mindenre jó. Körömgombára, hajhullásra, kandidára. Oda járnak lekandidálni, hallod, a Pilisbe? És ebbe ők hisznek.